Majd én. Heil Hitler! Heil Hitler! Bejelentkeztünk, a vezértábor nagyúr vár minket. Elkérhetem az urak kabátját? Nem maradunk sokáig. Bevezetne a vezértábor nagyúrhoz? Hogyne. Hitler. Tábornok? Vezértábornagy? Vezértábornagy. Asszonyom. Asszonyom. Remélem, velünk ebédelnek. Nem, köszönjük. Ez hivatalos látogatás. Megkérhetem, hogy magunkra hagyjon a vezértábornagy úrral. Gyere. Szólok, ha kérünk valamit. Köszönöm. Adinger, a normandiai aktákat. Igenis. Erről van szó, igaz? Keresnek valakit, akire ráterhelhetik a felelősséget a nyugati front miatt. Vezértábornagy úr, azzal vádolják, hogy részt vett a Führer elleni merényletben. Tessék! Rommel. A német heti szemle. A sivatagi róka, Ela Geyla győztese, Tobruk hőse, Észak-Afrika meghódítója. Rommel vezértábornagy a Führer megbízásából szemlét tart az atlanti falnál. A világ legnagyobb és legmodernebb védelmi erődrendszer az északi fogtól a Pireneusokig húzódik. A Wehrmacht számtalan hadosztálya, több százezer harcedzett katona sorakozik fel Európa nyugati védelmi frontjánál, hogy az ellenség várható invázióját visszaverje. Ők azok a katonák, akik Európa szabadságáért és kultúrájáért szállnak síkra. Küzdelmükhöz a legmodernebb fegyverek állnak a rendelkezésükre. És íme a férfi, aki vezeti őket. Számtalan csatában gyarapította a tapasztalatait. Nyugodtan és katonás önfegyelemmel várja a nagy összetűzést. Ha Rommel áll a nyugati fronton, Németország nyugodtan alhat. Köszönöm, vezértábornagy úr! Nagyon jó! Maradjon fent! Készítünk még néhány felvételt! Csináljon, amit akar, fő, hogy az angolok berezeljenek, ha meglátnak. Megérkezett a Führer hadsegédje. Köszönöm, Aldinger. Szükségem van a támogatására, tábornagy úr. Néhány Stalingrádban foglyul ejtett magasrangú tiszt leveleket küldött a csapatparancsnokoknak. Arra szólítanak fel, hogy hagyják abba a harcokat. Nem vehetik komolyan. Stalin személyesen diktálhatta nekik. Sajnos nem. Bizonyítékaink vannak, hogy a levelek nem hamisítványok. Magának is küldtek? Nem. Ha kaptam volna, összetéptem volna. Ebben a felfokozott háborús helyzetben fontos lenne arról meggyőzni a Führert, hogy ez az árulás sajnálatos, elszigetelt eset, és hogy a marsaljai hűek hozzá. A Führer tudja, hogy én hű vagyok hozzá. Adja csak ide. Még nem vettek észre. Érjük el az erdőt, Daniel. Megfordulnak! Felfedeztek! Jobb lenne, ha visszajönne, tábornagy úr. Daniel, adjon gázt! Gyerünk, gyorsan! Látja, mi itt a legnagyobb gondunk? Egyetlen német gép sincs az égen. Úgy vadásztak ránk, mint a nyulakra. Megállni! Befelé, befelé, gyorsan! Erre, erre, gyerünk! Erre! Ezt nem kapod el! Befelé, igyekezni! A francba! A francba már! Minden
rendben! Minden tiszt és katona nevében kinyilvánítjuk az elkötelezettséget és a soha meg nem gyengülő hűséget a Führer és a nemzeti szocializmus iránt. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a hadsereg valamennyi katonája, birodalmunk, nemzetünk és nemzeti szocialista jövőnk fanatikus harcosa legyen. Berchtesgaden, március 15, 1944. Köszönöm. 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 Az adjutársomat lenyűgözte az atlanti falnál tett látogatása. Kíváncsi vagyok a jelentésére. A felvétel két héttel ezelőtt Plymouth-tól délre készült. Az ellenség nagyszabású partraszállási műveletet hajthat végre. Tudjuk, hogy nagy erőket toboroz a csatorna partjaira. Úgy értesültünk, legalább 50 hadosztárt. Tehát hetek kérdése is megérkeznek. Ha jönnek. Az ellenség már többször is végzett leszálló gyakorlatokat. Egyértelmű, hogy a szövetségesek nyugaton akarnak partra szállni. Én már alig várom ezt a támadást. Mit gondol, hova várhatók? Valószínűleg itt Calais-nál kísérlik meg, vagy Normandiában. Tekintve, hogy mind a két félsziget nagyszerű lehetőségeket kínál egy hídfő kialakításához. Hogyan járhatnak el a támadáskor? Bombázni fogják az állásainkat. Aztán nyilván partra szállítják a rohamcsónakokat és a páncélos járműveket. A hajótüzérség és a vadászbombázók tűzvédelme alatt. Ezzel egy időben légideszantosokat tesznek le a szárazföldre. És ön mit tesz majd ez ellen? Már landolás közben meg kell semmisíteni őket. A harcvonal a part lesz. Ostobaság, Herr Rommel. Hogy akar egy több mint 2000 kilométeres partszakaszt megvédeni? Ehhez nem vagyunk elég erősek. De ha minden mozgatható páncélos hadosztályt oda irányítunk. Hadd mutassam meg önöknek. Tehát, legkésőbb 3 hónap múlva így fog kinézni az atlanti fal. Az ellenséges rohamcsónakok landulását mindenütt akadályok nehezítik. A parti üteg már a támadás első fázisában tüzet nyit. Ahol nincs üteg, ott a páncélos erők látják el ezt a feladatot. Ha az ellenségnek sikerül akár csak egyetlen partszakaszon is áttörni a Marshall úr védelmi vonalát, a birodalom kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Az angol-amerikai sereg egészen Berlinig nyomulhat. Mi meg futhatunk utánuk a páncélosainkkal. A páncélosaink a szövetségeseket minden szóba jöhető támadási helynél 48 órán belül megsemmisíthetik. Csak hogy mielőtt a páncélosai odaérhetnének, az ellenséges légierő ripityára bombázza őket. Führerem, kérem, bocsássa rendelkezésemre a páncélos alakulatot. Csak így állíthatjuk meg az ellenség invázióját. Tegyünk fel mindent egy lapra. Maradjunk stratégiai tartalékok nélkül. Főparancsnokként én nem vállalom a felelősséget. 3 éven keresztül építgette az atlanti falat, nem túl hatékonyan Herr von Rundstedt. Herr Rommel rövid idő alatt példaértékű munkát végzett. Ezt az inváziót mindenképpen meg kell akadályozni, mert ahhoz semmi kétség nem fér, hogy egy meghiúsult partraszállás után az ellenség nem fog ezzel még egyszer kísérletezni, és akkor felszabadulnak azok az erők, amikre keleten van szükség. Mind a 45 hadosztályra. Öntől, a katonáitól függ a háború kimenetele, és a birodalom sorsa, a nemzet sorsa. Felfogta ezt, tábornagy úr? Igen, vezérem. Nem tudnád megvárni Manfredot? Szolgálat után haza akart rohanni, csalódott lesz, ha nem talál itthon. Kevés időnk van az ellenség érkezéséig. Talán 6 hetünk. Rengeteg dolgom van. Megoldod. Muszáj is. A Führer rám bízta az egész birodalom védelmét. Jó, hogy megint bízik benned. Igen. Itt van végre. Korábban számítottam magára. Ellenséges vadászgépek akadályoztak. Kétszer is landoltunk. Igen, az ellenség légiereje a legnagyobb gondunk. Aldinger százados a segédtisztem. Örvendek.
Vigye fel a tábornok csomagjait. Jöjjön, Spidel, bemutatom magát. Mihir keleten? Az orosz offenzíva megállíthatatlan, tábornagyúr. A Führer parancsai értelmetlenek. Túl sok áldozatot követelnek. Megakadályozzák az észszerű visszavonulást. Meddig kéne visszavonulni? A birodalom határáig, ha még lehetséges. Egy falnak szorított küzdőféllel a másik oldal nem tárgyal. Még egy Versailles szeretne? Természetesen nem. Meghiúsítjuk az inváziót. Csak így lesz képes a Führer hatékony tárgyalásokat folytatni. Uraim! Az új vezérkari főnök, Spidel altábornagy. Örvendek. Az ifjú hölgy de Rochefoucauld gróf kisasszony, a kastély grófjának unokája. Bonjour. Comtesse, bonjour. Tábornok. Jól beszél németül. Fordít nekünk. Ah, a híres elődje? A költő? Igen. La jeunesse est une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la raison. Ezt ő írta, ugye? Igen. Vagyis az ifjúság folytonos részegség az értelemláza. Hogy érti ezt, Spidel? Én csak egy fiatalt látok itt, a gróf kisasszonyt. Csak eszembe jutott. Ne reménykedjen, a hölgy tud viselkedni. Nem biztos benne. Talán nem. Uraim, jó éjszakát. Bonsoir. Na, itt hamar csirkefogóvá válhat az ember, nem igaz? A calvadosi partokon továbbra is 40 kilométeres résztátong. A páncélosok nélkül nem sok reményt látok. A Führer biztosított róla, hogy ide irányítja a páncélosokat. Megkapja őket, számíthat rá. A szakasz akadályait viszont húzza előrébb. Marx, az ellenség apály idején is gyakorlatozott. Apálynál? Igen, úgy tűnik. De átkozottul megnehezítjük a dolgukat. Nem küldhetem ide az embereimet ásni és csákányozni. Pihent katonákra van szükségem, nem kimerült építőzászlóaljra. Éppen ez a gond, Marx. Az emberei elpuhultak 3 év strandolás után. Nézze Dr. Spidelt a keleti frontról. Részt vett a cserkaszi csatában. Ő panaszkodik? Én is voltam a keleti fronton. Ott vesztettem el a lábamat. Ezért is merem kijelenteni önnek a legnagyobb tisztelettel, hogy a programja kivitelezéséhez legalább 1 évre van szükségünk. Aki mást mond, elhallgatja a tényeket, vagy nem hozzáértünk. Mit képzel magáról tulajdonképpen? A Führer parancsára vagyok itt. A parancs ez, akadályozza meg a szövetségesek partraszállását. Nem hagyom, hogy egy akadékoskodó naplopó lassítsa a parancs végrehajtását. Most ássanak munkához. Parancsára. Ez egy kicsit nyers volt, de másként nem mozdul itt semmi. Higgyen nekem. Marx! Álljon meg! Tudja, hogy Marxnak van igaza. 2 hónapja még semmi nem volt itt. Az emberei szorgalmasan dolgoztak. Elnézést. Megváltozott egy csmás. Időközben a párizsi zsidókat majdnem mind keletre szállították, de Drancyból még indulnak vonatok. És Heil Hitler? Az SS a zsidó gyerekekre is vadászik, akiket a lakosság az árvaházakba rejtett. Ez az SS legújabb ötlete. Amióta a párizsi rendező pályaudvarokat is támadás éri, bombázás közben mindig kinyílik egy-egy vagonajtó is. Néhány zsidó elmenekült, ezt megakadályozandó mesztelenül szállítják őket. Igen, tessék! Hofacker alezredes. Stauffenberg gróf unokaöccse. Tábornok? Örvendek. Berlin cselekedni akar. Ezért megkértek, hogy avassam be önt is. Rommelről van szó. Rommelről?
Ön szerint meg lehet nyerni egy felforgató terv számára? Ő mindent megtesz a győzelemért. Meg akarja akadályozni az inváziót. Győzze meg! Ha Rommel átáll, vele együtt a hadsereg is. És a nép is. Ő a birodalom legnépszerűbb tisztje. Nem könnyű a Führer kedvencéből lázadó vezérfigurát faragni. Ő a legalkalmasabb. Találkoznom kell vele. Lehetőleg a Gestapo tudta nélkül. Megszervezi? Guderian tábornok a Führertől jött. Ő dönt a páncélosokról. Úgy értsem, a Führer helyett? Maga a Führer kért meg, hogy tartsak szemlét a páncélos csapatoknál. Érdekelne az ön elképzelése is, vezértábor nagyúr. A második páncélos hadosztálynak itt lenne a helye. De itt áll Herr Geier. Az ellenfél készen áll arra, hogy rövid időn belül 3 páncéltörő ágyukkal felszerelt légideszant csapatot vessen be. Éppen ezért a páncélosoknak semmi haszna, ha a parton állnak, és az ellenfél a hátuk mögött landol. Az ellenség elzárja a páncélosai útját, és zavartalanul felépíti a hídfőjét. Hogy védi meg a tankokat az ellenség hajótüzérségétől? Elásatom őket. Elásatja? Igen. Azt hittem, egy páncélos legfőbb előnye a páncélzat, tűzerő, fürgeség. Francia terepen nem tud elég gyorsan haladni a szellem hadosztályával. A Führer ismeri a tervemet. 4 hete Obersalzbergben a beleegyezését adta. A Führer még mérlegeli a kérdést. A páncélos hadosztályokat egyelőre a nyugati főparancsnokság irányítja. Jó, akkor ezt be is fejeztük. Afrikában nem jött össze neki, most itt akar bizonyítani. Térítse észhez, Dr. Spidel. Elvégre a világtámadását nem tudja egy maroknyi harckocsi mögé elsáncolt gyaloghadosztállyal meghiúsítani. Szerintem tudja, hogy mit csinál. Gondolja? Alapvetően mindig is csak ügyes hadosztályparancsnok volt. Tisztelek! Ilyen a Führer. Annak ad igazat, akivel utoljára beszélt. Jöjjön, járjunk egyet. Rundstedt fáradt öregember, aki itt már rég kapitulált volna. Guderian meg feltétel nélküli bólogató lett. Vonja le a következtetést. Vegye kézbe az ügyet. Hogy érti ezt? Követelje a nyugati főparancsnokságot. Adjon Hitlernek ultimátumot. Ön kell neki. Ön a birodalom kedvenc tisztje. Azt akarja, hogy pisztolyt szegezzek a Führerre? Ha itt győzni szeretne. Nem ismeri őt, ezzel csak egy valamit érnék el, az ellenkezőjét. Ha itt lemond, a nép is megérti, hogy a háborút elveszítjük. A Führer is tudja. Hallgasson, Spidel. Szeretném, ha a törzsfőnököm maradna. Ide! Nagy van a lugesztus a családtól, hogy befogadta magukat. Úgy érti, könnyelműség? A francia arisztokraták jobban félnek a bolsevistáktól, mint tőlünk. A gróf rajong a Führerért. Az a fiatal ember a fia. Manfreddal egyidős. Aki most az ulmi légierőnél szolgál. Igen, nemrég kitalálta, hogy átmegy az SS-hez. Megtiltottam neki. Bizonyára meglepi, de tudja, szörnyű dolgokat hallottam. Tömeggyilkosságokról. És az elfoglalt területek zsidó lakosainak lemészárlásáról. Keleten szolgált. Igaz a hír?
Itt is ez megy. Folytatódik a párizsi zsidók deportálása. Az SS még az árvaházakba menekített zsidó gyerekekre is lecsap. Honnan tudja ezt? Párizsban a katonai vezetésben vannak, akik ezt nem tudják elfogadni. Na, na, fiú, katonaként majd megszokod a dörgést és a villámlást. A mi Manfredunk is így ordított, ha fotózták. Tehát, Stülpnagel, Speidel nem azért csalt ide engem, hogy csecsemőket vigasztaljak, ugye? Valóban nem. Úgy vélem, vészhelyzet esetén kényszeríteni kell Hitlert arra, hogy engedjen, ha magától nem teszi. Mi az, hogy kényszeríteni? Lecsukatni. Rendes bíróság elé állítani, és a német nép nevében elkövetett büntettei miatt felelősségre vonni. Maga itt katonai pucsról beszél, Herr von Stülpnagel. Tényleg azt hiszi, hogy talál vezető tábornokot, aki felkészült ilyesmire? Kialakult egy nagyszerű férfiakból álló kör, akik hajlandók rá. A múltban már volt rá példa, hogy ellenállást szerveztek. Van, aki az életét is kockáztatná, hogy Németországot megszabadítsa Hitlertől. Mire céloz ezzel? Csak nem merényletre. Csak ha elkerülhetetlen. Ők tudnak róla? A részleteket Berlin ismeri. Ön árulásra szólít fel engem. Hitler már rég elárult a Németországot. Ha itt nyugaton nem tudunk béketárgyalásokat folytatni a szövetségesekkel, ősszel az oroszok Berlinben vannak. Ön is letette az esküt. Ezt ne feledje. Rohan a Führerhez. Mióta tud a tervről? Elég régóta. Ugye tudja, hogy mi lenne a kötelességem? Döntsön, tábornagy. A fenébe már! Adja ide, még meg lehet javítani. Fenébe, Speidel, mi történt? Itt vannak az angolok? Calais mellett meghiúsították a brit kommandó akcióját. A csatorna parton? Igen, elfogtak egy brit tisztet. Hozzák el én, beszélni akarok vele. Már átadták a gestapónak. Párizsban? Ismeri a szabályt. Ah!
Fel akarták robbantani a parti üteget. Igen. Parancsnok úr. Magunkkal visszük. Hogy mit csinál? Rommel tábornagyhoz. Ismeri a kommandó parancsot. Miután az emberünk beszélt, meg kell semmisítenünk. Úgy tűnik, nem beszélt. Hagyja itt, és legkésőbb 12 óra múlva megtudja, hol és mikor akartak partra szállni. Ebben nem kételkedem, de vannak módszereink. Egyszer majd biztosan elárulja, mik ezek a módszerek. Hogyne. Elvezetni. Tábornagy úr, az angol hadnagy. Vegyék le a bilincsét. Hogy van, öreg barátom Montgomery? Fordítsa le neki. Azt hiszem, a hadnagy érti önt. Tehát a britek most harcolni akarnak? Akár csak Afrikában. Az civakodás volt ahhoz képest, ami most vár ránk. Jöjjön, üljön le. Tudja, hadnagy úr, nekünk ugyanaz az ellenségünk. Oroszországban él. Miért nem harcolunk együtt? Az nehéz lenne. Mi britek undorodunk attól, amit a németek művelnek. Mire gondol? A módra, ahogy a zsidókkal bánnak. Az politika. Mi katonák vagyunk, harcosok. Semmi közünk a politikához. Ha a vezérük kiírt egy népet, az magának politika. Változtassunk. Most már túl késő, tábornagy. Komtesz. Mi történik vele? Elszállítják a brit tisztek fogolytáborába. És a kommandó parancs? Honnan tud róla? És sok mindent hallok. Ne aggódjon, nem esik bántódása, ezt garantálom. Megteheti ezt? Természetesen, én vagyok a főparancsnok. Nagyon sok főparancsnok van Franciaországban. És ugye van egy SS is. Kérem, várjon egy kicsit. Elnézést. Be tudná ezt nekem szerezni Párizsban? A feleségemnek 2 hét múlva születésnapja lesz. Remek ízlése van. A nagybátyja szerint visszaverjük az ellenséget. És ön szerint? Ön mit gondol? Mi így is úgy is vesztesek vagyunk. Figyelembe véve a berendezéseinket, a csapataink lelkes hozzáállását, az új fegyvereket és az új harcászati eszközöket, a legnagyobb nyugalommal tekinthetünk a közelgő eseményekre. És nem kell azon töprengenünk, hogy jó vagy rossz vége lesz-e, mert jó vége lesz. Nem hiszem, hogy a britek másodszor is eljönnek, ha most veszítenek. Jó volt ez így? Igen, vezértábornagy úr, meggyőző jó. Volt. Elnézést. Hallottam, hogy Calais-nál elkaptak egy brit kommandócsapatot. Ön szerint is oda tervezik az inváziót? Egy biztos. Az angolok ott jelennek meg, ahol senki sem számít rá. Akkor hozzám jönnek. Vasárnap elmennek a templomba, hétfőn hajóra szállnak, kedden meg bekopognak itt nálam. Honnan veszi ezt? Kedden van a születésnapom. A feleségemnek is. Látja. Az OKV-től.
Jobl ezredestől. A rohadt életbe! Rossz hírek? A Führer csak 3 páncélos hadosztályt küld. A többi tartalékban marad. Vészhelyzetben igényelhetem. Hogy gondolták ezt? Hogy udvarias kérvényeket fogok irogatni, amikor itt van az ellenség? Elutazom. Beszélek Hitlerrel. Félretájékoztatják, nem tudja, mi van itt. Biztos benne? Tudom, hogy ezt maguk másként látják. De mit vár tőlem? Hogy ölbetett kézzel nézzem ezt a káoszt itt? Harc lesz, és nem szeretnék olyan tábornagyként bevonulni a történelembe, aki felelőtlenül mészárszékre küldte a katonáit. Van más lehetőség. Abban nem hiszek. A Führer főhadiszállását. Sürgős hívás. Igen, várok. Tetszik a cipő? A feleségem születésnapi ajándéka. Elegáns. Örülni fog neki. Egyébként viharos időjárás és sok eső várható legkésőbb június 10-éig. Nyugodtan elutazhat. Jó utat! Tartson rendet, Spidel! Monsieur le comte? Pour votre épouse. A feleségének születésnapjára. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De egy valami teljesen biztos. Az invázió éve az ellenség teljes megsemmisítéséhez. Végre itthon vagy, Manfred. Jó napot, apám! Szervusz, fia! Jól áll neked az egyenruha. Megengedett, hogy mégis levegyem? Este vissza kell mennie. Elengedték volna, de ő nem akarta. Nagyon jó. Büszke vagyok rád. Felmehetsz. Majd beszélünk. Még mindig szomorú, amiért nem engedted meg neki, hogy belépjen a Waffen-SS-be. Nem változott a véleményem. Örülök, hogy hazajöttél. Vár a Führer. Gond van Franciaországban. Üljünk le, úgy kényelmesebb. Lou. Emlékszel még arra, amiket Strölin mesélt, hogy elégetik a zsidókat keleten? Hagyd abba. Strölin is náci. Stuttgart főpolgármestere. Ő is keletre küldte a zsidókat. Ő beszél. Nálunk is ez zajlik. A szemem előtt. Azt hittem, egyedi esetek. Azok ott fent nem tiszták. Mi az, hogy ott fent? Tudod, hol lakunk? Hogy mi volt ez? Igen. Egy zsidó iskola. Ki kellene költöznünk, ha nem lennének tiszták? Telebeszélik a fejedet. Ha hagyjuk, hogy mikrofont ragadjon, 5 perc alatt fellázítja a népet. Meggyőzőbbé kell válnunk, mint Hitler. Amíg erre nem vagyunk képesek, nem értünk meg a merényletre. Igen, az ezredes úr. A 15. hadsereg rádiósának sikerült megfejtenie a rejtéles üzenet második részét. Herr von Zalmut vezérezredes az egész hadseregét felsorakoztatta Pedicalénál. Riasszam a normandiai hadosztályt. Értesítse Rundstedt stábját. Döntsék el az urak. Igenis. Kezdődik? A szokásos hisztéria. Itt vannak. Tudtam. Tájékoztassa Rommel stábját.
Calais-ból. Több teherszállító repülő landolt itt és itt. A foglyok szerint még több leszállás várható. Küldjük Normandiába a 21. hadosztályt. A 21. parancsnoka nem jelentkezik. Ő is úton van Párizs felé. Hogy? Spájdel tábornok! Telefon! Igen. Értem. Nagyon jó. Köszönöm, és Isten éltesse. Marx volt. Szalmabábok támadtak. Úgy gondolja, képes lesz a saját embereivel megoldani a helyzetet. Az biztos. Vajon hogy? Alszunk. Éjjel sokáig, éjjel sokáig, éjjel. Éjjel sokáig, éjjel sokáig. Ez a brit hajó tüzérség. Születésnapi jó kívánság Churchilltől. A Wehrmacht főparancsnoksága megkért, hogy adjam át ezt a csokrot a kedves feleségének. A Führer sok boldog születésnapot kíván. Köszönjük. A Führertől érkezett. Tegye vízbe. Örömmel. Itt a B-hadsereg csoport parancsnoksága. Értem. Egy pillanat. A tábor nagyurat keresik. Tán a Führer segédtisztje. Igen? Tessék, Spájdl! Leszálltak? Hol? És az ellentámadás? A hadosztály azonnal támadjon, erősítés nélkül is, azonnali bevetés! Sajnálom. Mit lehet tenni? Legalább a várakozásnak vége. Igen. Megyek. Vigyázz magadra. Szálljon be. Jó utat. Kicsi rám, Karolina. Örülök, hogy itt van. Az egész vezetőség a bunkerben van. Remélem, most már jobb hírei vannak. Sajnos nem. Az ellenség már több hídfőállásnál legalább 150 ezer nehéz fegyverzettel ellátott katonát tett partra. Bevettek 130 négyzetkilométert. A 6. brit légideszant hadosztály Kám mellett elfoglalta a hidakat. Megzavarták a Mervinél állomásozó ütegünket is.
Bár őket is érték veszteségek. Ez minden? Meggyengült az információs rendszerünk. Tönkretették a telefonokat. A francia szabotőrök elvágták a kábeleket és nehezítik a helyreállítási munkálatokat. Számíthatunk egy újabb nagy támadásra. Dovernél már ködbe borult a part. Mondja csak, kis Fajdl. Mit kérem? Csődöt mondott. Rundstedt és Rommel vezértábornagyok, Führerem. Köszönöm, hogy eljöttek. Kérem. Magamon kívül vagyok. Elképesztő, amit a helyi parancsnokai műveltek. Hogy az ellenség alsógatyában ugrasztja ki a német véderőt, az nagyon sokat elárul a katonai állapotáról. Az, hogy álmunkban leptek meg, az valótlan információ. Nevezze, ahogy akarja. Tény, hogy nem akadályozták meg az ellenség partraszállását, ahogy arról mindig is biztosítottak. A sereg keményen küzd, Führerem. Nem akadályoztuk meg az inváziót, mert a légierő és a tengerészet csődöt mondott. Higgy el, a hadsereg vezérkara és a csapatok erőn felül teljesítettek. De az ellenség abszolút légifölénye és a tengeri haderő akadálymentes műveletei majdnem lehetetlenné teszik az ellenséggel szembeni fellépést. Sajnálatos, hogy mostanig senki az OKV-től nem jött oda, hogy szemügyre vegye a front helyzetét. Ehelyett hitelt adnak az ellenség propagandájának. Fő, hogy Cherbourg kikötője még a miénk, ha elesik, zöld utat kapnak Normandiához és egész Franciaországhoz. Igen, két dolgot tehetünk. Tartjuk Cherbourgot, vagy megakadályozzuk az ellenség előre nyomulását, de egyikhez sincs elég erőnk. Maga is így véli, Herr von Rundstedt? Minden esetre fel kellene adnunk a félsziget védelmét, és rendezett sorokban vissza kellene vonulnunk a kikötőig és az erődítményekig. Mi több, Kánban is előnyös lenne kitérni az ellenséges támadás előtt. Ne beszéljünk visszavonulásról! Küzdeni kell, kitartani vagy meghalni! Jelöljön ki egy tehetséges parancsnokot Cherbourgba. Mutassa meg a két marsalnak, hogy a büntető fegyverünk milyen megsemmisítő hatást okoz az ellenség soraiban. Igenis. Tegnap óta szünet nélkül a szárnyas rakétáinkkal támadjuk Londont. Mindegyiket egy tonnás robbanófejjel szereltük fel, számtalan biztos találat volt. Az ottani ügynökeinktől tudjuk, hogy az bombázók közelednek, uram. Kétségbe van esve. Ellenséges bombázók közelednek a légterünkhöz. Führerem, jobb lenne talán, ha az óvóhelyre vonulnánk. Hogyan tovább? Már nem tudom. Tudnia kell, hogy a helyzetünk kilátástalan. Rajta. Magára hallgat. Maga a nyugati főparancsnok. Én már legfeljebb annyit tehetek, hogy a főhadiszállás őrségét jobbról balra irányítom. Führerem, tudja, hogy hű embere vagyok. Szabad? Tessék, üljön le. Nem gondolja, hogy ideje lenne más megoldást is mérlegelni?
Hogy érti ezt? Tárgyaljunk. Velem többé nem tárgyal senki. Az ellenség meg akarja semmisíteni Németországot. Most minden a fanatikus ellenállásom múlik, Rommel. Hajlandó erre? Hajlandó erre, Rommel? Igen. Akkor, amikor a tudás és a tehetség eléri az emberi korlátokat, és helyet ad az intuíciónak, amikor a sugallat és a tudás egyetlen emberben ötvöződik, akkor igazi, rátermett hadvezérrel állunk szemben. Rommel egy ilyen ember. Látom, jól szórakoznak. Vezértábornagy. Jó kritika? Tessék. Tartanunk kell Cherbourgot. Az állásainkat is onttól nyugatra. Már is intézkedjen, Spidol. Van még lehetőség Marx tábornok támogatására? A tábornok légitámadás következtében elesett. Szeretné átnézni a napveszteség listáját? Nem, nem kell. Uraim! Nyomuljanak előre! Utána vegyék tűz alá a Bayeux felé vezető utat! Sok szerencsét, főhadnagy! Köszönöm, vezértábornagy úr! Előre, fiúk! Fűtsenek be az angoloknak! Igenis, vezértábornagy úr! Sok szerencsét! Köszönjük, tábornagy úr! Daniel, visszamegyünk! Gyerünk! Ez őrültség! Tűnjük-e? Szóval... Jó. Daniel, gyerünk! Ki van ott? Jöjjön elő! Bonsoir! Elnézést! Nem akartam megijeszteni. Mit csinál itt, Comtesse? Csendelbu! Gyakran jövök ide, szép hely. Tudja, a katonáink idegesek. Partizánnak nézhetik, vagy angol ügynöknek. Talán az is vagyok. Akkor legyen óvatos. Az angoloknak remek trófea lennék. Igen, a sivatagi róka. Az már nagyon régen volt. Most csak az vagyok, aki nem tudja megállítani az inváziót. Nagyon sajnálja. Én katona vagyok, Comtesse. Ezt ne feledje. Szólok az embereimnek, hogy errefelé kószál. Köszönöm. Kérem. Kedves Lou, egyelőre jól vagyok. Nem veszíthetem el a bátorságomat, noha sok reményemet kénytelen vagyok eltemetni. Igen?
Tábornagy úr, az oroszok áttörték a hadsereg védvonalát. A 7. német hadosztályt bekerítették. A front felbomlott. Keleten vége van. Igen. Szeretnék néhány héttel öregebb lenni, Spidol. Van még valami. Hol van ez? Ez volt Oradour. Egy kisváros, Limózs mellett. A 2. SS páncélos hadosztály katonái a földeltették egyenlővé. Minden lakost megöltek. Köztük 450 nőt és gyereket. Bosszút álltak egy elrabolt őrnagy miatt. Hol szerezte? A katonai közigazgatástól. Stülpnagel már protestált. De Hitler megtagadta a hivatalos eljárást a felelős SS alezredessel szemben. Valóban? Éjjóit. Szegény ördögök. Igen. Anyám nem győz hálát adni az Istennek, amiért ön mellé osztottak be. Miért? Mert ön mellett nem eshet bajom. Tábornagy, itt van Fink ezredes, az új párizsi szállásmester. Fogadja őt? Mindjárt megyek. Tábornagy úr! Mit akar még? A Führer azt kéri, hogy szervezze meg az ellentámadást Cherbourgnál az amerikaiak háta mögött. Tessék! Kéri, hogy a 7. hadsereg lendüljön támadásba a nyugati szárnyon. Tájékoztassa a Führert, hogy a saját védvonalunkat is csak nagy nehezen állítottuk fel Normandia nyugati részén. A front nem alkalmas a támadásra. Ma felhívott Marx tábornok öccse. Percre pontosan tudni szerette volna, hogy a tábornok mikor esett el. Ezt miért? Aznap 11-kor. Az öccs lakásában a tábornok egyik fotója leesett a falról. Jó, és? 11 előtt érte a találat. Pontban 11-kor meghalt. Hihetetlen. Miért mesélte el? Hisz a csodában? Abban Hitler hisz. Legalábbis ami a háború kimenetelét illeti. Ne a hídfőről beszéljen! Arról a francia földarabról beszéljen, amit elveszítettünk! 3 nap és Cherbourg elesik. 4 hét és áttörik a védvonalunkat. És nyomulhatnak a birodalom határáig. Imádkozzunk, hogy az angolok és az amerikaiak gyorsabbak az oroszoknál. Nem csak maga ítéli meg így a helyzetet. Azt hiszem, minden jelenlévő így ítéli meg. Igaz, Dr. Spidol? Hitler bódulatban él. Nem képes következtetni, döntést hozni. Csak annyit tud, utolsó töltényig kitartani. Ez maga a katasztrófa. Az ellentámadás idióta ötlet. Maga a németek egyetlen alkalmas tisztje. Mire alkalmas? Fejezze be a háborút, tábornagy. A háborút mások irányítják. Akkor le kell őket lőni. Ha nincs más megoldás. Uram, Isten, Spidol, maga aztán nagyon elszánt harcos. Cherbourg kikötőjénél az ellenség katonái, akik vasárnap délután kezdték meg a partraszállást,
hogy védelmi állásainkat és a stratégiailag fontos területeket bevegyék, a parti ütegek kemény ellenállásába ütköztek. A város utcáin még mindig elkeseredett, véres harcok dúlnak. Von Schlieben tábornok rádión üzent. Heves harcok Cherbourgért. Páncélosok támadnak. Hol a légi tüzérség? A válaszom. Nem tudták áttörni az ellenség vadászgépeinek gyűrűjét. A Führer parancsa utolsó töltényig küzdeni. Isten legyen velük. Tábornagy úr, a parancs így szól az utolsó emberig. Hogy fogalmazzak? Utolsó töltény, utolsó ember, nem teljesen mindegy. Az egyik kapitulációt jelent, a másik halált. Remélem, a tábornok megérti. Cherbourgban a német véderő újabb fejezetet írt be a Hősök elévülhetetlen könyvébe. A túlerő a német katonákat hatalmas bunkerekbe kényszerítette. A lőrésekből az utolsó töltényig tüzeltek az ellenségre, majd bunkerestől robbantották fel saját magukat. Ha egy nemzet a háború utolsó évében is képes ilyen hőstetni. Are you sure he's going to Germany? Yes. Hitler ordered him to Obersalzberg. And how is it that you're so well informed, Princess? I do my job. You should do yours. You sure you want me to do that? Thank you. Ugye tudja, hogy most bűnpakokat keresnek Cherbourg elvesztése miatt? Maga vagy én? Világosan és érthetően közlöm a Führerrel, hogy a háborút be kell fejeznünk. A helyzet egyértelmű, az egész világ ellenünk van. És mit vár tőlem? Azt, hogy ne hallgassa el a véleményét és támogasson. Igaza van. Fejezzen le minket. Megint meg fog hajolni előtte. Hat óra. Megváratnak. Herr von Kluge, ön itt? Milyen gyorsan felépült a sérüléseiből. Örülök. Köszönöm. A Führer megkért, hogy tegyek jelentést a keleti helyzetről. Ha megbocsátanak, vár a Berlinbe tartó gép. Figyelem! Vigyaz! Tessék, kezdjék el! Führerem, a Bertha hadseregcsoport parancsnokaként állok itt. Ez talán az utolsó lehetőségem, hogy a német nép iránti felelősségérzettel ismertessem a nyugati helyzetet. Kérem, fontolja meg a politikai lehetőségeket. Magát kizárólag csak a katonai helyzet ismertetése miatt hívtam ide. A katonai helyzet és a népem iránti felelősség arra ösztönöz, hogy az egészről véleményt nyilvánítson. Nem arra kértem, hogy a politikai helyzetről alkotott személyes véleményéről tartson kis előadást. Felszólítom, hogy végezze a feladatát. Nyilván nem kell mondanom, milyen csalódott vagyok, hogy a felszólításom ellenére nem volt képes ellentámadást indítani a félszigeten. Cherbourgnak nem lett volna szabad elesnie.
A harcokban mindig azért a győzelem, aki gyorsabban tudja mozgósítani az utánpótlást. Montgomery sokkal előnytelenebb helyzetben volt, mint maga vezértábornagyúr. Csak hogy maga ezt az előnyt a késleltetett és lassú műveleteivel eljátszotta. Szorítsa vissza az angolokat, és Kámban indítson ellentámadást. Véreztesse ki az ellenséget Normandiában. Miniszter úr, ön is megkapta a jelentéseket. Kérdezze meg Hauser vagy Dietrich SS tábornokokat, maga is nagyon jól tudja, milyen kilátástalan a helyzet. Vezérem, nem mehetek el innen anélkül, hogy nem beszéltem önnel Németországról. Hajlandó meghallgatni? Hagyja el ezt a helyiséget, kérem! Vezértábornagy úr, álljunk meg önnél Herlingenben. Amit egyszer megszereztünk, onnan egyetlen tapottat sem mozdulunk harc nélkül. Ha erre készerülünk, utána ellentámadásba lendülünk. Örömünkre szolgál, hogy tegnap óta tehetséges vezértábornagyunk. Rommel! Vezértábornagy úr! Vezértábornagy úr! Álljak meg önnél Herlingenben! Vigyázz anyádra, Manfred! Nos, Spidol? Még harcolunk. Még. Most már nincsenek illúzióim. Én következem. És Rundstedt? Rundstedt? Puha, mint mindig. Teljesíteni fogja a Führer parancsát, még akkor is, ha az ostobaság. De a tények egyértelműek. Hitler nem törődik a tényekkel, mindent megkérdőjelezett. Az ellenfél légi erejét, a hajó tüzérségük pusztító hatását, az utánpótlás gondokat. Nekünk kell hinnünk benne, ezek nem hisznek nekünk. A vesztünkbe rohanunk. Tábornagy úr, mondjon le a parancsnokságról. Ez hatással lesz az emberekre. Maga az ország kedvenc katonája. Ezt odafönt nem fogják megengedni. Valószínűleg hősi halált várnak tőlem. A fronton. Ezt megoldhatom. A családom felkészült rá. Róla is gondoskodjon. Katonakutya. Nem lesz belőle civilebb. Ők lesznek. Rommel. Igen?
Értem. Köszönöm, hogy tájékoztatott. Rundstedt megkapja a tölgyfalombját. Utána lemond. Jó, és ön? Én maradok. Mint Rundstedt utódja? Nem. A nyugati főparancsnokságot Kluge vezértábornagyra bízzák. És hogy van? Jól is, ön? Erre kérem. Az angolok iszonyatos erővel támadnak. Egyre nehezebb tartani az állásainkat. Szellóra kéne fókuszálnunk, hogy megakadályozzuk az amerikaiak áttörését. Kán városát még nem tisztították meg. Egy talpalatnyi földet sem adunk fel önként. A Führer parancsa egyértelmű. De a Führer nem ismeri a helyzetet. Ez a végtelenül ostoba parancs katasztrófához vezethet. Mostantól szokjon hozzá, hogy kénytelen teljesíteni a parancsokat, mint mindenki más. Mire céloz ezzel? Eddig rendszeresen semmibe vette a felettesei utasítását. Inkább a Führerhez futott. Uraim, kérem, hagyjanak magamra néhány percre a marsal úrral. Kérem. Talán elfelejtette, hogy egy vezértábornaggyal beszél? Követelem a fronton harcoló parancsnokai összes helyzetjelentését és egy statisztikát az ellenséges hajótüzérségi lövedék űrméretéről, lőtávolságáról és romboló erejéről. Akkor talán menjen ki a frontra! Akkor benyomást szerezhet az ellenséges hajótüzérségről! Látszik Rommel, hogy maga eddig legfeljebb egyetlen hadosztályt vezetett. Maga még nem harcolt az angolok ellen. Minden nehéz fegyver, páncélos és tüzérség védelmi gyűrűt képez az angol hajótüzérség hatótávolságán kívül. A tüzérség itt lesz. Kanyi és Emiville magasságában. Mögéjük állnak a páncélosok. Ez leköti az ellenséget. De meddig? 2-3 hétig. Utána áttörnek. Ennyi időnk van még. Mire? Megoldást találni. Vezértábornagy úr. Tessék, Spidel, hullafáradt vagyok. Emlékszik Hofacker alezredesre? Von Stülpnagel törzséből. Igen. Beszélni akar önnel. Holnap, ha lehet. Miről? A rokonom küldött. Stauffenberg gróf. Talán tudja, hogy néhány napja a tartalékhadsereg főnöke lett. Fromm vezérezredesnél. Stauffenberg, igen. Felépült már a sérüléséből? Fogjuk rá, igen. Arra kéri, értékelje a nyugati háborús helyzetet. Ezt a tartalékhadseregnél is ismerik. Meddig bírjuk? Talán 6 hétig, csoda esetén. Tehát veszítettünk? Mit akar tőlem, von Hofacker? Akar küzdeni az országért? Már most is azt teszem. Egy új országra gondolok. Új vezetéssel. Kezeket fel! Állj! Kezeket fel! Állj! Álljon meg! Páncélosok előre! Normandia borzalmas terepén szünet nélkül arab a halál. A kiváló német páncélos muníció részt üt a legerősebb acélon is. Kán és Bayeux térségében komoly harcok dúlnak.
Az Európáért vívott háború mindent eldöntő küzdelmei megkezdődtek. Marsal, Rommer vezértábor nagy úr. Elolvastam a helyzetjelentését. És? Elnézését kérem. Felhívom a Führert és tájékoztatom, hogy önhöz hasonlóan nagyon komolynak ítélem a helyzetet. Cellóban az amerikaiak áttörték a védvonalat. Bizonyos helyeken minden emberünk halott vagy sebesült. A közlés már nem elég. Mit javasol? A Führer engedélyezze a béketárgyalások megkezdését, vagy felszámoljuk a frontot. Ultimátumot akar adni neki? Nevezze, ahogy akarja. Adok neki egy utolsó esélyt. Ha nem él vele, akkor cselekszem. Támogatnak? Ne reménykedjen. Hitlert az ilyesmi nem hagyja meg Rommel. Kötelességünk cselekedni. Beleegyezik abba, hogy a törzsfőnökön megfogalmazza Hitlernek a levelet? Egyeztetnünk kell a parancsnokokkal, főként az SS tábornokokkal. Nélkülük nem megy. Ismertetem velük a szándékomat. Uraim! Tudja vajon, vagy még nem? Mit? Azt, hogy Berlinben államcsínyt terveznek. Ki mondta önnek? Speidel tábornok. Vagyis tett rá néhány egyértelmű célzást. A maga neve is említésre került. Nem tudom, miről beszél. A fronton a helyzet napról napra egyre nehezebb. 97 ezer embert vesztettünk. A csapatok anyagi vesztesége is szokatlanul nagy. A pótlásukra eddig sajnos alig került sor. 2360 tiszt, tehát átlagosan 2500-3000 katona áll szemben 10 000 ellenséges katonával. A harcok megmutatták, hogy az ellenség fegyveres bevetései következtében a legbátrabb csapat is lépésről lépésre szétesik. Embereket veszítünk. Fegyvert is. Baj van, tábornagy úr. Heil Hitler, parancsnok úr! Heil Hitler! Heil Hitler, vezértábornagy úr. Minek köszönhetem a látogatást? Francia szabotőrök bujkálnak az épületben. Itt? Az én környezetemben? A Comtesse. A gróf unokája. A család az én védelmem alatt áll. Honnan veszi ezt? Tegnap elfogtunk egy brit ügynököt. A vallomása egyértelmű volt. Viccel velem? Megértem, hogy sokkolja a hír. De kiderült, hogy ezek ketten merényletet terveznek ön ellen. Parancsnok úr, ezt látnia kell. Gondolom, ez nem a hadsereg rádiója. Az SS embereket tartóztat le a faluban. A Comtesse is ott van? Nincs. Hol hagytuk abba? A csapat mindenütt hősiesen küzd. De az egyenlőtlen küzdelem kilátástalan. Fontos lenne levonni a helyzet politikai következtetéseit. Itt szó szerint az áll, hogy fontos lenne levonni a helyzet politikai következtetéseit. Így akarja hagyni? Igaza van. Kockázatos. Beszélek vele. A béketárgyalásokra céloztam. Ezt akarjuk. Ez felbőszíteni Hitlert. A politika csak az ő területe. Ő még mindig hisz a gondviselésben. Törölje ki a politikait. Jó, még ma továbbítom Klugénak. Jó. Tábornagy úr! Mi van még? Mennyire tájékoztatta önt Hofacker? Hogy érti? Beavatta a berlini tervekbe? Csak az érdekelte, hogy szolgálnék-e egy új állami és katonai vezetést. Mik ezek a tervek? Nem tudom. Nem?
Csak egy nagyon szűk berlini kör ismeri a részleteket. Ha Hitlert bíróság elé állítják, számíthattak rám. Merényletnél nem. Az állásponton nem változott, tábornok. Nem tud a merényletről. Hofacker erről nem beszélt neki. Azt hiszi, hogy bíróság elé állítjuk Hitlert. Hofacker azt mondta nekünk, hogy béketárgyalások esetén számíthatunk Rommelre. Akkor igen. A merényletnél nem. Hitler csak erőszakkal lehet megállítani. De a megállítás nem merényletet jelent. Kérem, uraim. Talán nem vagyunk alkalmasak ilyesmire, de megtesszük Rommellel vagy nélküle. Ultimátumot adott Hitlernek. Hogy? Hitler vagy hajlandó megkezdeni a béketárgyalásokat, vagy Rommel és Kluge leteszik a fegyvert. Ha Hitler ezt megtudja, azonnal leváltatja Rommelt, vagy rosszabb, kockáztatjuk a Valkürt. Valkür? Tábornok úr, Stauffenberg emberei kidolgoztak egy alaposan átgondolt tervet nemzeti vészhelyzet esetére. Átveszik a hatalmat a tartalék hadsereggel. Ennek feltétele a merénylet. Tehát az összeesküvők egyáltalán nem jelennek meg, mint a támadás előkészítői? Nem. Úgy fog tűnni, hogy a párt és az SS puccsa az egész. Értse meg, az akció olyan egységeket fog mozgósítani, akik nincsenek beavatva. A vízforgatókönyv értelmében cselekszenek majd, amit belső zavargások idejére maga Hitler is jóvá hagyott. Csak kiváltó ok kell. Ez zseniális. A front a bizonytalansági tényező, ezért kerestük Rommellel a kapcsolatot. A katonák őt tisztelik a legjobban. Propaganda célukra használnak? Jól jön nekünk. Goebbelsz avatta nemzeti hőssé. Ezt használjuk ki. Most alkalma nyílik igazán nagy szolgálatot tenni a népének. Azt hiszem, a tábornagy tudja ezt. Igen? Tábornagy úr. Jó reggelt, mi újság? Aldinger jelentette, hogy ma felkeresi Dietrich SS tábornokot. Igen, Kámba utazom. Miért? A terveiről is beszélni akar a tábornokkal. Természetesen. Az az ember megrögzött nemzeti szocialista. Maga ellen fordítja az SS-t. Tudom, mi áll előttem. Nem tehetek mást. Ha tényleg felszámoljuk a frontot, az SS tovább harcol. Inkább avassa be Himmlert vagy Goebbelst. Dietrich tapasztalt katona. Látja a tényeket. Tudnia kell, hogy Schwerin gróf páncélos hadosztálya készen áll arra, hogy lefegyverezze az SS-t. Én vagyok még az úr a saját házamban? Hogyne. Az ellenség még itt van, ne feledje. Nem. Látta ezeket? Mi volt ez? Tisztelet! Nem, félelem. Nem tudják, mi lesz. És mi lesz, tábornagy úr? Remélem, brit kolónia leszünk, mint Kanada, nem Sztálin birodalmának a része. Ellenséges vadászgépek az égen! 8 gép! Adja ide! Gyerünk, Daniel! Irány az erdő! Gyorsan, gyorsan! Taposson bele!
Hábornagy úr! Hábornagy úr! Segítsen már! Igyekezzen! Igyekezzen, gyorsan! Blumentritt. Pillanat. Tábornagy úr. Igen? Speidel tábornok. Igen, Kluge? Jó, értem. Nem. Értesítem az OKV-t. Blumentritt. Rommel kocsiját támadás érte, ő súlyosan megsebesült, nem biztos, hogy túlél. Még ez is. Kapcsolja nekem az OKV-t, kérem. Blumentritt? Mi történt Rommel levelével, nem tudja, elküldtük már a Führernek? Nem, még ki akarta egészíteni. Jó. Tegye csak be az akták közé. Koponyatörés. Az orvos szerint csoda, hogy nem halt meg. A Führer nekem adta át a parancsnokságot, amíg Rommel fel nem épül. Számíthatok a támogatására, Speidel? Természetesen, Marshall úr. A kastélyba fogom áttelepíteni a harcálláspontomat. Innen gyorsabban eljutok a frontra. Blumentritt képvisel Párizsban. Értem. Jó, egyelőre ennyi. Igen. Reggel óta támadják az állásainkat Kánban. A bombatámadások következtében a 16. repülő és gyalogsági, valamint a 272. gyaloghadosztály teljesen megsemmisült, tábornagy úr. Áll a front? Igen, még áll a front. Daniel, hogy van? Meghalt. Nem sikerült neki. Éjszaka meghalt. Írt önnek a Führer. Valóban. Fogadja legjobb kívánságaimat a további, mielőbbi felépüléséhez. Aláírás Adolf Hitler. Ez minden? Igen, tábornagy úr. Stauffenberg elszánta magát a rajtaütésre. Mikor? Holnap repül a Führer főhadi szállására. Kluge a 116. páncélos hadosztályt Schwerin tábornokkal a frontra küldte. Nincs tartalékunk, hogy vészhelyzetben az SS ellen forduljunk. Bízzon Klugeban. És az ultimátum Hitler ellen? Az OKV reagált már? Rommel sebesülése óta hallgatnak róla. Ezt sem küldték neki? Nem. Kluge mindent tud. Régóta. Találkozott az összeesküvőkkel. Nincs olyan érzésem, hogy készen áll a béketárgyalásokra a nyugattal. Nem lesz tárgyalás, tábornok. Hogyan? A madridi brit nagyköveten keresztül a szövetségesek jelezték, hogy a kapitulációt csak akkor fogadják el, ha ez keleten is bekövetkezik. De hát mit jelentsen ez? Hogy a világ szeme láttára felmerünk lázadni a bűnözők ellen. Most ezt jelenti. Itt van. Tábornok! Comtesse! Mit keres itt? A kollégáim érdekesnek találják a falut. És egy kocsi Rommel törzséből feltűnő. Hogy van a tábornagy úr? Nem fél, hogy elárulom? Az SS túszokat szed. Fel kell adnom magam. Gyerekek is vannak köztük. Tud tenni valamit?
Az én befolyásom nem elég. Értem. Minden jót. Mit akar tenni? Feladom magam. Inkább ne tegye. A helyzet gyorsabban változik, mint hinni. Tényleg így gondolja? Nem szabad feladni a reményt. A július 18-áról 19-ére virradó éjszaka az Észak-Franciaország felett cirkáló vadászgépek 34 motoros brit bombázót semmisítettek meg. A század ütegei golyózápor alá vonták az ellenség egyik hajóját, ami heves robbanások után elsüllyedt. Normandiában Caen-tól keletre és délkeletre az ellenség erős páncélos hadosztályt és légitüzérséget vezet be, de a védvonalat az egész napon át tartó támadások ellenére sem tudták áttörni. Itt Fink. Itt a Czosseni parancsnokság. Készen állnak a gyakorlatra? Igen. A város déli részén tomboló ellenséges rohamot és az észak-amerikaiak nagy erejű helyi támadását északnyugaton nagy veszteségek árán ugyan, de sikerült meghiúsítani. A földi alakulatok elhárító erőit vadászrepülők támogatták. 10 ellenséges páncélost megsemmisítettek. A légicsatában 16 ellenséges repülőt lőttek le. Itt Fink. A gyakorlat elkezdődött. Elkezdődött. Hát mégis. Tábornok úr! Berlinben a Gestapo puccsot hajtott végre. Megtámadták a Führert. A Führer halott. Witzleben tábornagy és Beck vezérezredes új kormányt alakított. Fink, ki közölte önnel ezt a hírt? A főparancsnokság. Stülpnagel tábornok. Berlinben az SS és a Gestapo puccsot hajtott végre. A Führer halott. Tartóztassák le a párizsi SD-t. A legfelsőbb SS vezetőket szintén. Itt megtalálják az SS és az SD legutóbbi szálláshelyeinek teljes listáját. Világos? Igenis. Igenis. Hofaker. Pillanat. Speidel tábornok. Stülpnagel. Kluge vezértábornagy úr kéri, hogy este 8 körül jelenjen meg itt a szálláshelyén. Tárgyalásra. Köszönöm. Mit mondott? Hogy jön. Tessék! Mi a gond? Távirat Keitel Marshalltól, a Führer főhadiszállásáról. Mit írt? Hogy Hitler él. Azonnal derítsék ki, melyik hír igaz és melyik hamis. Igenis. Mondja, Speidel! Maga és Rommel tudtak erről? Nem. És most megismételjük a rádiószolgálat fontos bejelentését, amit ma délután minden adóban beolvastunk. Aldinger. Igen, tábornagy úr. Merénylet a Führer ellen. A rádiót. Ma bombatámadást kíséreltek meg a Führer ellen. Igen, tábornagy úr. Az egyik... Mit akar ezredes? Le kell tartóztatnunk, parancsnok úr. Stülpnagel tábornok parancsa. Hogyan, kérem? Gyerünk! Kifelé! Ki innen! Kifelé! Gyerünk! Mozgás, emberek! Gyarabdasson már! A pisztolyát, parancsnok úr. Ezt még megkeserülé.
most, hogy a Führer halott, döntenünk kell, mit tervez, mihez kezd most? Kérem, üljenek le, uraim! Uraim, egymásnak ellentmondó híreket kaptunk. Nagyjából fél órával ezelőtt Steve tábornokkal beszéltem telefonon. A Mauertónál van. És beszélt néhány tisztel, akik ma a főhadiszálláson tartózkodtak. Azt mondták, hogy Hitler túlélte a bombatámadást. Hogy mi történt ma Berlinben, az nem számít. Fontosabb az, ahogy mi itt, Franciaországban döntünk. A német jövő érdekében kérem, szakadjon el Hitlertől, vegye át a felszabadító akció vezetését. Tegye azt, amit a maga helyében Rommel tábornagy is tenne. Vessen véget a gyilkosságoknak, hogy a vég ne legyen még borzalmasabb. Vegye elejét a német történelem legnagyobb katasztrófájának. Igen. Már is adom. Várlimon tábornok, a Führer főhadiszállásáról. Igen, Kluge. Értettem. Nagyon örülök. Warlimont tábornok szerint a Führer teljesen egészséges. Igen, uraim, akkor ez egy balszerencsés merénylet volt. Tábornagy úr, azt hittem, ön is tud róla. Nem. Nem is sejtettem. Üljünk le vacsorázni, uraim. Igen, tessék, uraim. Közölnöm kell még valamit, tábornagy úr. Jó, mi van még? Tessék? Blumentritt? Az egész SD-t Obert parancsnokkal együtt letartóztatták. Állítólag von Stülpnagel úr parancsára. Tette mindezt úgy, hogy nem ellenőrizte az információt, és nem kérte ki a felettese véleményét. Ez egész egyszerűen példátlan önkényeskedés. Telefonáljon már is. A parancsot azonnal vissza kell vonni. A tényekből indultam ki. A becsülete és a szava forog kockán, Marshall úr. Az egész hadsereg és több millió ember élete függ öntől. Igen. Ha a disznó halott lenne. Én a maga helyében igyekeznék civilként elrejtőzni valahol. Menjen, mentse a bőrét. Jelentéktelen, becsvágyó, lelkiismeretlen, ugyanakkor ostoba, bűnös, tisztekből álló klikk összeesküvés szervezett, hogy engem eltegyen láb alól, és hogy a német hadsereg vezetését kivegye a kezemből. A bomba, amit von Stauffenberg gróf helyezett el nekem tőlem, 2 méterrel jobbra robbant fel. A hozzám hű munkatársaim közül sokakat megsebesített, egyikük meghalt. Én sértetlen maradtam, csak a kezemet érte kisebb zúzódás. Járok egyet, várjon meg a következő kereszteződésben. Igenis.
cigarettát? Kérek. Nevek hangzottak el. Köztük Rommelé is. Köszönöm, hogy eljött, tábornok úr. De a helyzet megoldódott. Vállalom a felelősséget a párizsi lázadásért. Csak Stülpnagel és én tudtunk róla. Mindenki mást bizonytalanságban hagytunk. Elnézést kérek érte, de nem bántam meg. Nevek merültek fel, az öné is. Július 9-én állítólag tárgyalt ezzel a Hofakkerrel. Nem emlékszem rá. Ez nem lehet terhelő. Kérték a véleményét a helyzetről, és maga nyíltan válaszolt. Mi a helyzet a fronton? Evransnál tegnap az amerikaiak áttörték a védvonalat. Nem szívesen lennék a bőrében, Kluge. Heil, Führerem! Olvassa, Keitel. A vallomás, amit ez a Hofacker Rommelről tett, beszélt vele a merényletről. Ha ez igaz, Keitel, meg kell mondanom, hogy számomra ez a legnagyobb emberi csalódás. De nem tehetem meg a német néppel, hogy egy ilyen nagy nevet becsületbíróság elé állítok. Vezértábor, nagy úr. Hoistful! Örvendek. De jó ég. Amíg a fejemet nem a hónom alatt hordom, nincs baj. Gyere! Führer személyesen írt levelet önnek. Berlinbe kéreti, hogy tájékoztassa őt. Jelentést ért erre? Az amerikaiak már két hadosztállyal átkeltek a Szajnán. Igen, Spájzol. Én befejeztem, ennyi.
Örvendek, ezredes úr. Hogy van? Köszönöm. Beszélnem kell önnel négy szem közt. Menj és szólj anyádnak, hogy vendégünk van. Rendben. Mi történt? Kluge Marshall halott. Mérget vett be, miután megtudta, hogy Hitler Berlinbe hivatja. Speidel tábornok szerint jobb, ha tud róla. Igen, köszönöm. Miért csinálta? Hitler őt tette felelőssé a veszteségek miatt. Minden a menekülésről szól. Nem szégyeli magát? Maga lump? Hogy árulhatta el a Führert ennyire aljas és becstelen módon? Sajnálom, hogy nem én követtem el a merényletet. Akkor nem fulladt volna kudarcba. De hát ez... hogy merészeli? Hallgasson, Herr Freisler! Ma az én fejemet! Egy év múlva a magáét veszik. Mivel indokolták? Az égvilágon semmivel. Derültékből villámcsapásként ért. Utazzak Németországba, várjak a további parancsra. Ki követi a hadsereg csoportnál? Krebs tábornok. Ah. Blumentritt is így járt. Jelentéstételre hívták Berlinbe. Nincs ebben semmi szokatlan, Speidel. Bűnbakot keresnek a nyugati front összeomlása miatt. Egy héttel ezelőtt elítélték az összeesküvőket is. Igen, igen. Szörnyű. Stülpnagelt is. Állítólag Hofakert még nem végezték ki. És? Még faggatják. Magának van mitől tartania? Jó reggelt, Frau Speidel. Jó reggelt. Itthon van a férje. Alezredes úr? Már régóta nem az. Herr von Hofakernek már csak a puszta élete maradt. Tessék, Herr von Hofaker. Mondja el dr. Speidelnek, amit nekünk mesélt. Hogy beszélt vele a merénylet terveiről. És hogy Rommel tábornagy úr is tudott mindenről. Nem. Sem a tábornagyúr, sem az altábornagyúr nem tudott róla. Ha ezt állítottam volna, az nyilván csak memóriazavar lehetett. Herlingen, október 1-e. Kedves Frau Speidel, mélyen megrázott a férje sorsa. Főleg a tény, hogy már 3 hete... nem kapott róla hírt, nyugtalanít nagyon. Tudnia kell, hogy a férje urát én egy kiváló, rátermett, szorgalmas vezérkari főnöknek tartottam, és nagyra értékelem. Még ma írok a Führernek a férje ura érdekében.
Ön, Führerem, tudja, hogy minden képességemet a rendelkezésére bocsátottam az 1940-es hadjáratban, 1941 és 1943 között Afrikában, Olaszországban, 1943-ban és 1944-ben ismét nyugaton. Végig egy célvezérelt, küzdeni és győzni az ön új Németországáért, Heil Führerem. E. Rommel. Talán tudott róla, igen. De nem vett részt benne aktívan. Lehet, hogy összeesküvő, tábornagy úr. Speidel altábornok saját vallomása szerint von Stülpnagel tábornok egyik megbízott tisztjétől, és ezzel Hofackerre utalt, ő maga is tudomást szerzett a július 20-ára tervezett merényletről. Azonnal jelentette az ügyet Rommel vezértábornagynak. Hogy Rommel nem továbbította a jelentését, azt sajnos nem tudta. Én az altábornagy úr mentegetőzését hiteltelennek tartom. Az ő kötelessége lett volna, hogy a merénylet tervéről beszámoljon. Emellett Rommel biztosan közölte vele, hogy nem áll szándékában továbbítani a hírt. A Führer azon a véleményen van, hogy Herr Speidel kétségtelenül bűnösnek tűnik. Elnök úr, uraim, ha a Speidel tábornok azt állítja, tájékoztatta Rommelt a készülő merényletről, akkor a vádnak bizonyítania kell az ellenkezőjét. Úgy tűnik, igyekeznek agyafurt módon tisztára mosni dr. Speidelt. De rendben van. A dolog olyan komoly volt, hogy Speidel tábornoknak nem lett volna szabad bízni a Rommel tábornagy szóban tett ígéretében. Miben bízhat még egyáltalán egy katona, ha nem a felettese kötelesség teljesítésében? Remélem, tisztában van vele, hogy mit jelent ez Rommel számára. Azzal vádolják, hogy részt vett a Führer elleni merényletben, vezértábor nagyúr. Ki állítja ezt? Hárman is utaltak rá. Von Stülpnagel tábornok, von Hofacker alezredes, és Speidel tábornok. Speidel? Azt vallotta, tájékoztatta önt a Führer ellen tervezett merényletről. Nem hiszem el. Uraim, megértettem. Tudom, mi vár rám. Magunkra hagyna néhány pillanatra, kérem. Tekintettel a szolgálataira, a Führer nem leplezi le a német nép előtt, ha engedelmeskedik. A pisztolyhoz még nem vagyok elég épp. Hoztam egy szert, ami 3 másodperc alatt hat. Mi lesz a családommal? Őket nem vonjuk felelősségre. Előkészítettük az állami temetést. A felesége megkapja a tábornagyok özvegyének járó nyugdíj teljes összegét. Köszönöm. Elbúcsúzhatok a feleségemtől és a fiamtól? Hogyne.
Mi történt? Negyed óra múlva halott vagyok. Menjünk le, fiam. Aldinger, itt van vége. Tábornagyor. Ártatlan vagyok. Én nem vettem részt benne. Egész életemben a hazát szolgáltam. Minden erőmmel. Kérem, üdvözölje a bajtársakat, főleg az afrikaiakat. Manfred, Spidelt sem fogják kímélni. Figyelj a feleségére. Minden jót, fiam. Állami szertartással búcsúzik a német nép az egyik legvitézebb tábornagyától. Vele, mondta a Führer az egyik napi parancsában, az egyik legjobb hadvezérünk távozott. Neve a sorsáért küzdő német nép számára a kiemelkedő bátorság és a megingathatatlan határozottság fogalma lett. Németországi város teljes lakossága kíséri utolsó útjára a nagykatonát.